Jó estét kívánok, sporthíradónkat látják. Magabiztos győzelmet aratott a CEK a női kosárlabda Európa Kupa C csoportjának záró mérkőzésén a törökországi Antakiában. A csapat ezúttal a török Adanát győzte le, így a legjobb 16 közé jutva indulhat a március 16-i 8-at döntőn. Három összecsapás várt a CEK-et Törökországban, amiből két győztes meccs kellett ahhoz, hogy a következő körre is minősülhessen a csapat. Kostas Keramidas vezetőedző elmondta, nagyon erős játékosok ellen küzdött a cegléd. A találkozó első két mérkőzését elvesztettük, ezért a következő két meccsen győznünk kellett, hogy tovább jusson a csapat. Annak ellenére, hogy a török Hatály egyike Európa élvonalbeli csapatának, a ceglédi lányok kiváló teljesítményt nyújtottak. Nem csupán legyőzték őket, de több mint 20 pontos különbséggel zárták a meccset. Az Adana ellen pedig már simán 20 ponttal nyertek a lányok. És most itt vagyunk, az álomból valóság lett, tovább jutottunk. A vezetőedző elmondta, az európai játékszabályoknak megfelelően a játékosokat úgy kombinálta, ahogyan azt a csapat érdeke diktálta. A tavaly a CEK-hez igazolt amerikai klasszis Tina Ramur 32 ponttal, 16 lepattanóval és 4 gólpasszal zárta a találkozót. A továbbiakban is rendkívül jó csapatokkal kell összemérnünk tudásunkat, de semmi sem lehetetlen. A játékosok felé az elvárás természetesen az, hogy a tőlük telhető legjobban játszanak, a csapat tovább jusson és a lehető legsikeresebb legyen. Ez minden. Kubolák Szintia elmondta, az Európa Kupa mindig nagy kihívás, hiszen igazi klasszisok ellen kell játszani. Idén pedig a versenyfeltételek is megváltoztak. Általában ilyenkor ugye két mérkőzést játszunk minden csapattal, aki a csoportomban szerepel, most viszont egyetlen egy találkozó volt, ráadásul egyetlen csapat kivételével mindenkinek idegen pályán. Mi próbáltunk csapat szempontból a legjobban felkészülni, sok vesztenivalónk nem volt, mindenki így játszott, ezt a saját magam játékáról is elmondhatom, egyszer van egy évben ilyen lehetőség, amikor tudunk bizonyítani Európának is, illetve tudjuk vinni Ceglét hírnevét is a városba, vagy a világba, bocsánat, ezt ugye ilyenkor ki kell használnunk, és próbálni kell élni a lehetőségekkel. Szintia úgy értékelte, várakozáson felül teljesített a csapat. Ahogy ő fogalmazott, neves és nemes ellenfelekkel küzdöttek. A pandémia miatti szigorításokat azonban nem kerülhették el Törökországban sem. Ahogy megérkeztünk, majdnem egyből volt egy Covid-tesztünk, ugye sajnos most a mai világban ez teljesen hétköznapinak számít. Én mikor elmentünk, azt mondtam, hogy lényegében olyan, mintha egy ilyen börtöntúrára mennénk, ez most így csúnyán hangzik, de egész nap a szobáinkban voltunk ugye elszállásolva, onnan csak az étkezések, illetve az edzés idejére mehettünk el. A legnagyobb érdekesség az volt, hogy bárhova mentünk, bármit szerettünk volna csinálni, itt most értem azt, hogy edzés is látogatás vagy meccs, mindenhova rendőri felvezetéssel kísértek minket, ami azért mindig ad egy kis pikantériát a dolgoknak. A ceglédi kosaras lányok tehát Európa legjobb 16 csapata közé jutva, március 16-án ott lesznek a 8-at döntőben. Keszthelyi Luca egyéni csúcsot döntött a hétvégén magasugrásban, az atléta így az ifjúsági és az U20-as Európa bajnokságon is indulhat. Keszthelyi Luca idei első versenyén 181 cm-es magasugrással egyéni csúcsot döntött, így a tavaly megugrott ifjúsági EB szint mellett az U20-as elvárást is teljesítette. Keszthelyi Ferenc szakosztályvezető elmondta, Luca július végén Tallinnban az U20-as bajnokságon, augusztus végén pedig Rijetiben az ifjúsági Európa bajnokságon is bizonyíthatja tehetségét. A szakosztályvezető azt is elmondta, a felkészülési versenyek mellett februárban a magyar bajnokság várja a ceglédi atlétákat. Hozzátette, a szakosztály versenynaptára március 10-ig szinte teljesen telítve van. Sopronban játszott a hétvégén a férfi kosárlabda csapat, az összecsapást megnyerték, így a győzelemmel a tabella legelejére került a cegléd. A soproni egyetemi kosárlabda csapattal mérte össze tudását a hétvégén a ceglédi KE. A vendéglátók a tabella alján, míg a ceglédiek a tabella elején álltak az összecsapás előtt, ennek ellenére nehéz mérkőzésen, két negyedet megnyerve tudta végül megszerezni a két pontot a CKE. A végeredmény Sopron Cegléd 66-78. Szombaton a kecskeméti Mercedes-Benz Sportakadémián játszott a CEK U11-es csapata. A decemberi két győztes forduló után felkerültek egy erősebb csoportba, ahol azonban a terem és edzéshiány miatt a hősies küzdelem ellenére is alul maradtak. Így végül Cegléd Kecskemét 32-47. Vereséget szenvedett a Superinfo CVS-e NB1-es asztali tenisz csapata a Széchenytől. A ceglédiek a jelenleg Angliában játszó Zakar Kristóf nélkül vettek részt a versenyen. Az eredmény Cegléd-Széchenyi 3-11.
A mai hosszabbításban Kőházi Ádámot a 2020-as év eseményeiről és az idei év terveiről kérdezi Velkei G. Mátyás. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!